93 éve félrevert harangok fogadták a trianoni békeszerződés aláírását. Az azóta eltelt évtizedek alatt sokféleképpen próbáltak viszonyulni az országot megcsonkító szerződéshez. Június 4-e emléknappá nyilvánításával hivatalosan a magyar emlékezet politika részévé vált a trianoni békeszerződés. A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény 2010. június 4-én lépett hatályba. Azóta ezen a napon nemzetünk határokon átívelő egységére emlékezünk. Nemzeti ünnepünk alkalmából Budapesten az Országház kupola termében a Magyar Örökség díjas Szentegyházi Gyermekfilharmónia Kárpát-medencei népdalokat ad elő, majd ünnepi beszédet mond Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, ezután megnyitja a közös örökséget jelképező fotókiállítást. A kormányzati ünnepség részeként június 4-én a Magyarság háza egy különleges, az összetartozást jelképező eseményt szervez külhoni és hazai művészeti iskolák diákjainak meghívásával és közreműködésével, ahol ünnepi beszédet mond Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A vajdasági Királyhalmán ünnepi szentmisén emlékeznek meg a nemzeti összetartozás napjáról. A Jézus szentséges szíve plébánia templomban a liturgiát követően a templomkertben a zuglói Szent István Király Zeneiskola női karának előadásában felcsendül az összetartozás dala, majd meglocsolják a közös múltat, a közös gyökereket és a közös jövőt jelképező tavaly június 4-én ültetett almafát. Az eseményen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket, majd Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár tart beszédet. Az összetartozás napi program Szabadkán folytatódik.